Az argentin köztársaság egy dél-amerikai ország, amely a föld 8. legnagyobb területű állama, lakossága ehhez képest viszonylag alacsony, alig 48 millió fő. Fővárosa Buenos Aires, hivatalos nyelve a spanyol, azonban a benszülött indián törzsek és a bevándorlók népes csoportja miatt számos egyéb nyelvet is beszél az ország lakossága. A 20. század elején a világ egyik legfejlettebb és leggazdagabb országa volt, a század végére azonban katonai diktatúrák és folyamatos gazdasági válságok jellemezték. Argentína neve a latin argentum szóból ered, ami ezüstöt jelent. Az ideérkező spanyolok meg voltak győződve arról, hogy egy ezüstben gazdag területre bukkantak. Az argentína szó először egy 1536-os velencei térképen bukkant fel. A nevet valószínűleg először a velencei és genovai hajósok adták neki. Argentína lakosságának közel 37%-a rendelkezik olasz gyökerekkel, ami nagyjából 17 millió embert jelent. A jelenlegi egyházfő, Ferenc pápa szülei is olasz bevándorlók voltak. 1974. július 1-én Isabel Perón lett a világ első női köztársaság elnöke, miután az ország elnöke Juan Perón, aki egyben a férje is volt, meghalt szívrohamban, így Isabel, aki az ország alelnöke volt, automatikusan megörökölte a hatalmat. Nem sokáig örülhetett újdonsült pozíciójának, ugyanis 1976. március 24-én egy katonai puccs mozdított el a hivatalából. Ezután spanyol száműzetésbe kényszerült. Jelenleg is ott él, ugyanis a videó készítésének pillanatában már 93 éves volt. Argentínában a legmagasabb az egyfőre jutó pszichiáterek és pszichológusok száma. 100 ezer lakosra 222,5 szakember jut. Buenos Airesben van egy terület, amit a helyi szlengben csak Freud negyednek hívnak. Japán után Argentínában a legmagasabb az anorexiások száma. Az 1998 és 2002 között kialakult argentin gazdasági válság során az ország pénzügyi rendszere teljesen összeomlott. 2001. december 21-e és 2002. január 2-a között négy elnök követte egymást az ország élén. Argentína 1812 óta használja ezt a nemzeti lobogót. A világos kék a tiszta égboltot, a fehér pedig a felhőket jelképezi. A középen lévő felkelő nap Inti napisten szimbolizálja. Inti jelképe nem csak Argentína, de Uruguay nemzeti lobogóján is megtalálható. Argentínában nagyon népszerű média a rádió. 1920-ban ebben az országban indult el a világon az első rendszeres rádió műsor szolgáltatás. Egy argentin átlagosan heti 20 órát hallgatja a rádiót, amely a legmagasabb arány a világon. 2010-ben Argentína lett az első dél-amerikai ország, amely engedélyezte az azonos neműek házasságát. Argentína egyik annak a 7 országnak, amelynek területi követelése van az Antarktiszon. Az argentinok körülbelül egy 10 magyarországnyi területre tartanak igényt. Az országot uraló huntának nem mindennapi ötlet jutott eszébe, hogy érvényt szerezzen ennek a követelésnek. 1977-ben egy 7 hónapos terhesnőt küldtek a jeges kontinensen működő Esperanza kutató állomásra, mondván, ha ott egy argentin gyermek születik, jogot formálhatnak a területre. Persze ebből nem lett semmi. Ugyanis Argentína is aláírta az Antarktisz Egyezményt 1959-ben, amely tilt minden egyes területi követelést és katonai terjeszkedést a jeges kontinensen. Emilio Marcos Palma végül 1978. január 7-én látta meg a napvilágot az Antarktiszon. Mivel a szülei argentinok voltak, ő is automatikusan megkapta az argentin állampolgárságot. Emilio a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, mint az egyetlen olyan ember a történelemben, akiről tudomásunk van, hogy elsőként született valamelyik földrészen, mivel azt nyilván nem tudhatjuk, hogy ki volt az első ember, aki az európai, afrikai, amerikai, stb. Kontinensen született. A ma már a 40-es éveiben járó Emilio jelenleg informatikusként dolgozik Buenos Airesben. Az argentin evangélikus egyház által fenntartott egyetemeken el lehet végezni egy 3 éves ördögűző képzést. Az országban található Tűzföld tartomány székhelye Ushuaia a világ legdélebben fekvő települése.
A Buenos Airesben fogható Rádió Digitál csatorna minden szombaton 00:30 és 1 óra között sugározza a spanyol nyelvű Audición Húngara című műsort, amely a magyar kultúrát és zenét hivatott népszerűsíteni. Az argentin politikai pártok többsége saját sörmárkával is rendelkezik. A kubai forradalom egyik ikonja Che Guevara valójában argentin származású. 1928-ban Ernesto Guevara néven látta meg a napvilágot Rosario városában, egy nagyon szegény családban. Ősei között spanyolok, baszkok és írek is voltak. Még mielőtt hivatásos forradalmár lett volna, elvégezte az orvosi egyetemet, ahol bőrgyógyász szakvizsgát tett. Igaz, nem sokat praktizált orvosként. 1982-ben a hunta már 6 éve irányította az országot. Annak ellenére, hogy szinte minden ellenállást és ellenzéki megmozdulást könyörtelenül elfojtottak, egyes becslések szerint több mint 30 ezer emberrel végeztek, egyre nőtt a lakosság elégedetlensége, és egyre gyakoribbak voltak a nagy létszámú tüntetések. Karamba! Ezek szerint a felkelők meg fogják rohamozni a fővárost! Menekülnöm kell! Ez tovább súlyosbította, hogy Argentina 1981-től kezdve komoly gazdasági válságba került. Leopoldo Galtieri tábornok, a hunta vezetője, jó diktátorhoz hasonlóan nem vállalta a felelősséget a kialakult helyzetért, helyette inkább a nemzeti érzelmek felkorbácsolásával kívánta levezetni a feszültséget. Erre egy gyorsan megvívott, győztes háború ideálisnak is bizonyult. Az ország partjaitól alig 500 kilométerre fekvő Falkland-szigetekre Argentina már 1833 óta jogot formált, a nemzetközi jog szerint azonban brit tengeren túli területnek számított, lakosai pedig brit állampolgárok voltak. 1982. április 2-án kezdődött meg az argentin invázió a Falkland-szigetek ellen. Néhány óra alatt le is gyűrték a brit tengerész gyalogosokból álló apró helyőrséget. Nagy-Britannia élén azonban ekkor Margaret Thatcher állt, aki szakított elődei gyenge politizálásával, és az azonnali katonai visszavágást választotta. Április 5-én el is indult a 20 ezer főből álló brit haditengerészeti egység Dél-Amerika partjai felé. A technológiai fölényben lévő britek könnyedén legyőzték az argentinokat, akik június 14-én letették a fegyvert. A 74 napos háborúban 255 brit és 745 argentin katona vesztette életét. Az egyre erősödő ellenzék hatására a hunta megbukott és 1983-ban demokratikus választásokat tartottak az országban. Nagy-Britanniában a Thatcher kormány népszerűsége csúcsokat döntött, és a konzervatívok könnyen megnyerték az 1983-as választást, és egészen 1997-ig kormányon is maradtak. Maga Thatcher 1990-ig volt miniszterelnök. Persze ez nem csak a falklandi háború következménye volt, de az összecsapás a lehető legjobbkor jött, hogy kisegítse a népszerűsége mélypontján lévő kormányt. Az argentin hunta végül is elérte a célját, és megerősített egy kormányt a hatalmában. A dolog szépséghibája, hogy nem a sajátjukat. Ezt elkúrták. Mielőtt a papi hivatás mellett döntött volna, Ferenc pápa fiatal korában vegyésztechnikusi diplomát szerzett egy Buenos Aires-i egyetemen, előtte pedig kidobóként dolgozott egy fővárosi bárban. A legtöbbször előforduló labdarúgó világbajnoksági döntő párosítás az Argentina-Németország volt. A két válogatott háromszor is összecsapott a fináléban, 1974-ben, 1978-ban és 2014-ben. 1974-ben és 2014-ben a németek, míg 1978-ban az argentinok vihették haza a kupát. Argentínában a graffitizés csak akkor számít szabálysértésnek, ha nem kértek engedélyt az épület tulajdonosától. Napjainkban a bűnügyi nyomozások során az újlenyomat vizsgálata az egyik legalapvetőbb eljárás, azonban nem volt ez mindig így. Juan Vucetic, a horvát származású argentin nyomozó olvasott egy tanulmányt a brit Francis Galtontól, aki az újlenyomatokkal végzett azonosítási kísérletet. Ez annyira felkeltette Vucetic érdeklődését, hogy onnantól kezdve gyűjteni kezdte a letartóztatott gyanúsítottak újlenyomatát, hamarosan pedig egy használható rendszert is kidolgozott az újlenyomatok csoportosítására és osztályzására, amelyet daktiloszkópiának nevezett el. 1892. június 29-én egy apró kikötővárosban, Nicocheában megöltek két gyereket. Az emberölésről szóló jelentés csak július 8-án érkezett meg a tartomány fővárosába, La Platába, így viszonylag későn indult el a nyomozás.
Eduardo Álvarez nyomozó kihallgatta a gyerekek édesanyját, Francisca Rojas-t, aki azt állította, hogy a szomszédja Pedro Ramón Velázquez volt a tettes. A nyomozó azonban kiderítette, hogy Velázqueznek szilárd alibija volt, így hamar ki is zárta a gyanúsítottak közül. Álvarez is hallott Vucetich elméletéről, így sikeresen levett egy véres ujjlenyomatot az egyik ajtóról, noha a tett helyekkor már közel 2 hetes volt. Ezután felvette a kapcsolatot Vucetichsel, és közösen átnézték az eddig begyűjtött ujjlenyomatokat, de nem találtak közöttük egyezést, így olyas valaki lehetett a tettes, akit korábban még nem tartóztattak le, így ujjlenyomatot sem vehettek tőle. Ekkor Rojas-tól is mintát vettek, ami egyezett a tett helyen talált ujjlenyomattal, a gyilkos anyai végül beismerő vallomást tett. Ezért a tettért később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Ez volt az első eset, hogy valakit az ujjlenyomat alapján ítéltek el.